Tehát a kétnapos eseménynek a szőttesében az egyik szál az a tudományról szól, hogy az ember és az iskola teremtő mellett a tudósnak is azzal lehet megadni a tiszteletet, hogyha kiváló társadalomkutatók képesek arra, hogy maguk narratívái vagy diskurzusai mentén legyenek képesek megmutatni azokat az érték hozzáadásokat, amelyek Hankis elemért jellemzik, vagy legyenek képesek tovább gondolni az ő munkásságának adott szeleteit. Azt gondolom, hogy a mostani kerekasztalnak a képviselői olyan kiválóságai a maguk tudomány területeinek, hogy bemutatásuk nem feltétlenül indokolt, hiszen mindenki ismeri őket. Annyit mondanék el azért, hogy a tudományos kihívás elég nagy, hiszen Hankis Elemér a tudományszakok trapézai között szaltózó intellektuális légtornász volt. Tehát önmagában az, hogy milyen disziplinához és hogyan rendeljük hozzá az eredményeit, ez egy igazi nagy kihívás, disziplína, ami most nekiveselkedik ennek a feladatnak, részben ugye a szimbólumkutatás mögött a jeltudomány és a szemiotika, részben a politikatudomány, és először Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor mondja el rövid előadását.